Újabb tisztogatásba kezdett a Donald Tusk vezette lengyel kormány. Tavaly decemberben a lengyel köztévében kezdték a politikai elszámoltatást, most pedig az állami pénzek szabálytalan felhasználásával vádolják a korábbi kormányt. Eddig 62 személy ellen indítottak eljárást, értesült a magyar nemzet. A lap közölte Mateusz Morawiecki volt kormányfő szerint a vizsgálatok célja, hogy tönkretegye a legnagyobb lengyel ellenzéki pártot. Erről is szó lesz a következő percekben. Barna. Köszönöm szépen, Filomisz Zoltán alkotmányom, ez a 100 közéleti tudás központ tudományos igazgatója vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindjárt a lengyel közmédiával kezdünk majd, mert időrendben az jönne, de először ez a hatalmas összeg. Azt mondja Donald Tusk, lengyel kormány, hogy 100 milliárd zloty, 9000 milliárd forintnak megfelelő zloty hiányozhat gyanút keltő módon. Tehát itt csak gyanút kelt, még bizonyítékokat nem hoztak elő, legalábbis nem mondták. Hát lassan egy éve kormányoznak, most jöttek rá. Már ha a, igaz. Igen, valóban, ahogy a felvezetésben is hallhattuk, egy politikai indítatású bosszúhadjárat indult a korábbi ellenzéki közösséggel szemben. Maga a jelenség az nem példanélküli, ezt mindenképpen le kell szögezni de most már az Egyesült Államokban is ott tartanak. Donald Trump például azt mondta, hogy óriási hiba lenne Hillary Clintonnak a bebörtönzése. Egyszerűen a politikai indítatású bosszú hadjáratok mentén születő büntető eljárások, vagy plána ítéletek ellen kezd egyrészt a politikai elit józanabb része is fellépni, illetve az igazságszolgáltatás nem lehet ennek az eszköztára nem használhatják az igazságszolgáltatást politikai célokra. Ezt le kell szögezni. Az az igazságszolgáltatás, amely kiszolgálja a politikai célokat, az ilyen értelemben jogbizonytalansághoz vezeti magát a, a teljes rendszert, és a polgárok bizalma megrendülhet benne. Nézzük meg Magyarországon az elszámoltatási kormánybiztosoknak a, az eredményessége, vagy éppen eredménytelensége azért volt szembeötlő, mert az ügyészség következetesen az elmúlt három évtizedben nem hagyta, hogy politikai e, eszközé váljon, és valójában bárhogy csűrjük, csavarjuk, de a legnagyobb e, és legátfogóbb büntetőeljárásban jelenleg egy korábbi miniszter helyettes érintett a kormányzat tekintetében. Az persze, hogy egy politikus füstgránátot dob a rendőrök irányába, vagy egy másik politikus megakadályozza a NAF törvényes működését, e, úgyhogy fizikailag elállja az útját. Ezek Tényállásszerű cselekmények. Itt nincs szó politikai motiváltságról, ilyenkor az ügyészség teszi a dolgát. De amit ön is mondott, hogy pusztán már a gyanú alapján egyfajta Lord Kancellárként működve Donald Tusk, aki ugye a Lord Kancellár egyszerre volt ügyész, bíró, meg Számos igazságszolgáltatási funkciót betöltött az Egyesült Királyságban, már nem létezik ez a tisztség. Szóval, hogy ő prejudikál, és már arról beszél, hogy a volt ellenzéki szereplők bizony börtönbe fognak kerülni, de azért ez nem volt egy sima menet eddig sem, hiszen a jegybank elnökkel szembeni fellépést még az Európai Központi Bank is kritizálta. Nem minden esetben megy úgy ez a bosszú hadjárat, mint kés a vajban, de van, amikor sikeres lázda közmédia esetében azért meglehetősen látványos volt, amit a Tuszkék. Amikor füstdobáról meg a NAV akadályoztatásáról emlékezett, a Fekete Győr András is Donáton gondolt. A... Uh, előző kormány, a Mateusz Moravieszki kormány, jog és igazságos kormány, volt uh, kulturális miniszter, azt mondta, hogy Tuszkék, a mostani kormány már hónapokkal ezelőtt azzal vádolták meg az akkori társzáját, hogy fél milliárd zlotyit eltüntettek, magukra költötték, és kiderült, hogy ez nem igaz. Azt mondja uh, Kaczynszki, hogy uh, szó szerint idézem, amit mondott, hogy uh, azt mondja, ma már világos, hogy aki megszerezte a hatalmat, itt gondolom, hogy Donald Tus-ra gondol, az egy balek, és ez a balek folyamatosan mélyíti a patológiáját, idézett Jaroslav Placsinszkit. Igen. Moraviecki, miniszterelnök úr pedig, ha jól emlékszem, arról beszélt, hogy egy teljesen zárt rendszert hoz létre Igen. Donald Tusk, amely zárt rendszerben csak és kizárólag az ő emberei, kaphatnak nem csak hogy pozíciót, mert az valahol természetes, hanem felhatalmazást arra, hogy egyfajta immunitást élvezzenek bármiféle jogsértés alól. Ezzel szemben a politikai bosszú hadjárat működik a PISZ politikusait illetően, és lásd, az Európai Unió nem tesz semmit. Tehát fordított esetben de hát ezt tudjuk, azt hiszem ez már szinte banalitás. Biztosan megszólalna az Európai Bizottság szóvivője. Itt most ezeket a jogtalanságot tűrik, és a közmédia kapcsán érdemes elmondani, hogy fűnyíróelvszerűen számoltak le mindenkivel. Tehát nem nézték, hogy erről cikkeztek is akkoriban, hogy kiszavazott Tuskra, kiszavazott Kaczynszkiekre, mindenkit. Aki a közmédiában dolgozott és bármilyen érdemi pozíciót betöltött, eltávolították, és nem is akármilyen módszerekkel. Ez meggyőződésem egyébként, hogy ha csak ilyen pénzügyi jellegű visszaélésekről szóló, vádakban ölt testet az ilyen típusú boszorkányüldözés, akkor lehet sejteni, hogy alapvetően a, a vádak sokkal kevésbé állják meg a helyüket, mint ahogy ezt a, a politikai ellába sugalja. Erre számtalan példa volt az elmúlt időszakban. Legjobb a, ebből a szempontból a legpregnánsabbak talán Franciaországban merülnek föl ott ugye például löpenéket megpróbálták egy ilyen típusú támadással el lehetetleníteni, az nem sikerült. Viszont vannak e, sikeres akciók is a franciáknál, sárközi elnökkel szemben mind a mai napig a 2007-es kampányfinanszírozása miatt zajlanak eljárások. De, tehát van, amikor működik a, a, ez a fajta politikai bosszú, de azért többnyire azt mondhatjuk Olaszországból, vett Németországból vett példákkal, hogy igazából nem sikerül, ha sikerülne, csak egy utolsó megjegyzés, akkor Ursula von der Leyen börtönben lenne, hiszen még védelmi miniszterként olyan megbízási szerződéseket, tanácsadói szerződéseket kötött, ami miatt a CDU érdemes utána nézni, azt követelte, hogy büntető eljárást indítsanak vele szemben, és hogy, hogy nem ott a politikai bosszú ezen eszköztára nem érvényesül. Ifjú Lomnici Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.